Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a telelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A kenyészaporítás után, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a, a bárkába, és elindultak a tavon Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. 25-30 stádiumnyit, mintegy 5 kilométert eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket, én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, Éppen ott, ahová tartottak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A vízenjárás eseményének igazi tanítására akkor találunk rá, ha figyelünk Szent János kettős megjegyzésére. Amikor az apostolok bárkába szállnak, már beesteledett. Amikor pedig az Úr a vízen jár, már rájuk sötétedett, mondja az evangelista. A sötétség szót Szent János nem a napszaknak vagy a körülmények leírására használja, hanem nála ennek mindig erkölcsi értéke van. Hiszen éppen ő írja le az Úr Jézus kinyilatkoztatását, én vagyok a világ világossága. Ezzel szemben a sötétség az evilág nézete a leírást így is mondosíthatnánk, amikor már szinte korom sötét volt, Jézus a vizen közeledett az apostolokhoz. Ez két dolgot is jelenthet. Nem akarta őket sötétben hagyni. Talán a csillagokat sem láthatták, hogy tájékozódni tudjanak, de Jézus mellettük van, sőt velük van. Ugyanakkor azt is jelentheti, hogy a lelki sötétségben sem akarja hagyni őket, hanem nekik külön meg akarta mutatni, hogy a kenyérszaporítás valóban isteni hatalommal történt. Ez talán egy előzetes tanítás volt az Eukarisztia alapításához. Jézus Krisztusnak isteni hatalma van. Valamit észlelhettek az apostolok a sötétségben, mert nagyon megijedtek. Talán még az is elképzelhető, hogy magának az úrnak volt valamiféle fénylő megnyilatkozása. A lényeg, hogy megnyugtatásukra kimondta az Úr Jézus a fontos szavakat, én vagyok. Ez pedig nem csak emberi megnyugtatás volt az ilyet tapostoloknak, hanem valamiféle kinyilatkoztatás is, utalás Isten nevére, Jahve, aki van, tehát én vagyok. Ebben pedig benne foglaltatik Jézus hatalma éppen úgy, mint gondoskodó szeretete és törődése. Nem csak magyarázat ez az előző nap csodájához, a kenyészaporítás eseményéhez, hanem mint egy kiegészítése is. A pusztában Isten kenyeret hullatott az égből annak idején a vándorló zsidóknak. Most pedig itt van Isten küldöttje, az Úr Jézus, és ő látja a kenyérrel az éhes hallgatóságot, hát ha nem is a pusztában, de minden esetre távol a lakott helyektől. Mégis ez a tett több, mint csodatétel, mert itt valóban Isten erő működött, mégpedig az apostolok kezében, hiszen ők osztották szét a megszaporított kenyeret. A kezük között szaporodott a kenyér. Ők bámultak azon, hogy a kevés kenyérből mindenkinek jut elég, mindenki jól lakhat. Most pedig megérthetik, hogy ebben valójában Krisztustól kapott Isteni erő működött. Ők a kezük közé kaphatták az erőt. Ez nem volt más, mint előkészítés az apostolok számára a majdani megbizatáshoz, az ige hirdetéshez. Erről az isteni erőről kapnak újabb igazolást, azzal, hogy mesterük a vízen járva közeledik hozzájuk, mindenféle hullámzás és, vihar, és viharos szél ellenére. De ezeknek az elemeknek parancsolni tud az úr, és szavára elcsitulnak a hátráltató elemek. És mire észbe kapnak, hogy mesterük föl, mesterüket fölvegyék a bárkába, már célhoz is értek a történet tanítása, Krisztus nélkül küzdelem az élet, de Krisztussal egyenes célba jutás és valóban az üdvözülés. Amen.